This is me, Kitty. Welcome back to my channel, or whatever you are supposed to say. Szóval megint angolul, ja nem, magyarul fogunk beszélni, mert most csak Párizsban ketten vagyunk. Nem, akkor nem beszélünk magyarul, hogyha csak Párizsban vagyunk. Igen, szóval Párizsban vagyunk a szülinapom miatt. Nem tudtuk, hogy a szülinapomkor 11-én, november 11-én nemzeti ünnep van, úgyhogy minden be van zárva, viszont előbb brancsoltunk egy nagyon jót, mert az éttermek megnyitva vannak, vagy hát a legtöbb, nem tudom. És meglátogattuk most ezt a Wall of Love-ot. Tetején ma van. Csináltunk képeket, ennél a kis spotnál, ez nagyon menő itt. És szerencsére nem volt senki a képem. És most meg megyünk tovább. Hol megyünk? Tovább. Szóval nem tudja, nem néztem meg a schedule-t, amit megcsináltam. Dehogy nem, arra megyünk, arra. Erre vitt a térkép, hogy ezen a meredek lépcsőn felmászunk. Mi is ennek a neve? Le Buktari, vagy mi a fene? Azt hittem csak egy lépcsősor van, de kiderült, hogy több. Jó kis fenékedzés. Most már nem fázom, azt tuti. Baba? Igen? Mondom, most már nem fázom, azt tuti. Én se. Meredek lépcső. Találtunk egy kis régi Vespát itt Montmart környékén. Csomó vízi kávézó. Tele van. Ezen az oldalt meg karikatúrázók. Csomó. Itt meg sakkoznak. Felsétáltunk most ide a Montmartre környékéhez, és vettünk makaront is, és kaptunk ingyen sütit, ami nagyon finom volt, ugye, baby? Uh-huh. Igen. És most megint fotózkodunk majd. Kamerát próbálunk. Hát ja, ilyen volt, baba. Tehát nem ilyesmi, nem ez volt. Szerintem. Nem, mert nézd meg, ennek vannak ilyen pöttyök rajta, ezek nem tetszenek annyira. Befilcezzük. Na, megálltunk most pihenni. És itt van az Eiffel-torony. Most sétáltuk körbe. És megyünk haza pihenni. Majdnem vettem egy szemüveget, csak jött a rendőrbácsi. Aztán gyorsan elpakoltak minden. Mentek, mint a puttonyos bácsik, vittek maguk után mindent, így felváltva. Itt vagy a rendőrbünk. El is pakoltak mindent, egy perc alatt. Nézd alap, hogy megy. Ja, pakolja. Szegény. Trükkös. Sziasztok! Ez a második napunk Párizsban. Itt vagyunk a Palais de Royale-ban. Ezeken a kis cuccokon itt. Most sok ember van, mert éppen kb. 12 óra, és nem értünk ide így korán. De legalább egy jót brancsoltunk egy nagyon menő helyen, aminek kb. 53 ezer követője van Instán. Egy hatalmas sor állt ott, amikor kijöttünk a helyről. Kijöttünk erről a helyről, és ennyi ember itt várakozott. Hát ja, amúgy is vártak ott, de szerencsére elment ez a nagy tömeg, amikor odaértünk, szóval hamar sorra kerültünk. Kb. 10 percet vártunk, és most megyünk majd az egyik múzeumba, aztán haza, ja, nem, még egy macis helyre is megyünk majd, később megmutatom. Baba, kész vagy? Ott szereli a cuccokat. Aztán majd képet csinálunk, vagy hát előbb is csináltunk már, de még csinálunk videókat. Ja, szóval nem tudom, hogy tegnap mennyit meséltem, vagy meddig meséltem, és meddig vettem fel a videókat, de azt hiszem
Hú, már nem is emlékszem, komolyan nem emlékszem. Szóval tegnap reggeliztünk, aztán... Hú, nem tudom már, mit csináltunk tegnap. Hú, nem tudom, annyira schedule, megcsináltam az összes schedule-t, hogy most már el is felejtettem a helyek nevét. Már így össze vagyok kavarodva. Na mindegy, szóval este elmentünk. Baba, nekem is megtelt, és most mit csinálunk? Csináljunk az enyémmel! Baba, az én kamerámmal csináljunk videót. Na mindegy, szóval este elmentünk egy nagyon menő helyre, ilyen sushizós hely, de nagyon drága volt. Igen, sokat gondolkoztam, hogy hol legyen a szülinapon megtartva, mert hol legyen a vacsi, és hát arra a helyre esett a választás, mert a zsiráfban, ami így közel van az Eiffel-toronyhoz, sajnos betelt az egész hely, és nem lehetett foglalni. Szóval Mün nevű restaurantba mentünk, amilyen ázsiai kajákat adott, szóval sushit rendeltünk, azt mondta a legolcsóbbnak. Birthday girl. Na mindegy, szóval ettünk, de azért így jól tele lettünk, nagyjából. Aztán hazasétáltunk, még csináltunk képeket az Eiffel-toronynál, és rájöttünk, hogy 8-kor kezdik meg az ilyen csillogtatását, hogy nem tudom, de csak 5 percig, szóval azt majd ma csináljuk meg. Nincs betelve a memóriád, mama? Meghalok. Ups. Mi az, hogy meghalok? Baba, szoknyám. Leizéli komolyan. Ja, szóval itt vagyunk most az oszlopoknál. Palais Royal. Na igen, baba, azt meséltem, hogy tegnap elmentünk arra az ázsiai helyre vacsorázni. Igen. Ja, és egy nagyon menő ruha volt rajtam, ilyen szürke, ilyen estei ruha kávé, és volt rajtam egy ilyen pót, cof. Az is elég menő volt. És pesgőt nyitottunk. Arról vannak menő képek. Ja. Baby 24 éves. Hol vagyunk? Várjál. Baby! Boldog szülinapot! És napközben már nem emlékszem, mit csináltunk. Hogy néz ki rajtam is? Mit csináltunk napközben, baba? Hát én megjöztem gyorsan. Baba! Csináltunk napközben tegnap. Csilleztünk. Voltunk a Sephora-ban. Tényleg voltunk a Sephora-ban. Tényleg voltunk a Sephora-ban. De az este volt, nem nappal. A Montmartre-ba voltunk, ugye, ott sétálgattunk. Meg... Ja, ilyen random videókat csináltunk. Meg sétálgattunk így a városban. Ennyi. Nem baj, sziasztok! Becsekkolunk az Orsay Múzeumból. Hol akartunk csinálni egy képet azzal az órával ott. Ja, azzal. Csak véletlen a kameragombot nyomtam meg. Ja, még sétálgatunk egy picit, mielőtt ebédelni megyünk. Szóval mit csinálsz? Szeszelem a sok tálat. Hol voltunk most? Orsay-be. Orsay Múzeum. Vagy az Orsay kozmetikai üzlet. Múzeum kozmetikai üzlet, persze van. Ja, nem is, ez ruha üzlet, azt hiszem. Ilyen képeink lettek. Menci. Na, kijöttünk este ide.
az Eiffel-toronyhoz, mert minden órában egészkor 5 percig sparkingol. Csillog-villog az Eiffel-torony, szóval jöttünk ide ehhez az utcához, amit úgy hívnak, hogy Avenue de Camon. Csináltunk képeket, ugye, Bibi? Nagyon sok képet csináltunk. És én megkaptam egy rúzsát. Mehetünk haza. Jó, később jövünk, sziasztok! Harmadik reggelünk. Ma kicsit esős idő van, és most elkezdtünk sétálni a parton, és a másik oldalt meg ott van az Eiffel-torony. Baba képeket csinál. És most fogunk menni majd a Tuileries Gardenhez. Úgy hívják? Igen, gondolom. Tuileries Garden. Miért nem töltöttem fel a gépemet? Hogy? Ugye le fog merülni. Baba, most komoly? 3 csík van rajta. De ez még tök sok. Tök sok, jó akkor. Szóval most megyünk a Tuileries Gardenhez, és ott csinálunk majd képeket még. És ma nagyon jó idő van a fotózáshoz, baba szerint. Ja. Megérkeztünk az első kis spotunkra, itt a parton. Most fogunk képeket csinálni az Eiffel-toronynál. Vagy szemben vele. Ez nem az első spotunk, ez már az utolsó előtti nap vagyunk, és ez már nem tudom, hogy eddig spotunk amúgy. Hát jó, de a mai nap során az első spotunk. Úgy. Igen, baby. Szóval ez tök menő képeket fogunk majd itt csinálni. Készülődések. Sétáltunk a kert körül, és most itt vagyunk fenn. Csak sajnos sok construction van itt is. Nyilván, amikor én jöttem ide. Mit vettél onnan a bácsitól? Szemüveget. Mennyiért, baby? 11,50-ért. És mennyit mondott? Leakudtam 11-re, azt álltam neki még 50 centet plusz, hogy meg volt eléged, vagy még adta neki plusz 50-et. Nagyon vicces. Na próbáld fel, baby. Jó. Menő. Baby, várj, állj meg. Ott van az Eiffel-torony. Visszatükröződik. Baba, jó. Hova megyünk? Átrium. Hát, köszönöm. 20 minutes later. Baba! Nem oda. Istenem, baba, egy dolgod volt. Na, szóval rossz buszra szálltunk, és a másik irányba mentünk, szóval most dupla annyi idő visszamenni. Szóval kettes volt, nem? Hát igen, baba, csak a másik irányba ment, szóval. Rossz oldalon. Pont egy Istenem, baby. Mondtam, hogy metrózzunk. Mi rosszul járunk a busszal tegnap. Tegnap fél óráig ott vártunk a buszra. Tegnap fél órát vártunk a buszra, hogy jöjjön. Aztán mondtuk, hogy jó, akkor inkább elkezdünk sétálni a következő megállóba. Lesétáltuk az egészet, azt nem is jött végig a busz. De azért legalább jó idő volt. Ugye, baby? Hát már rajtad miért van, ha? Jó, jó. Hogyha nem a buszon vagyunk. Jól van, na? Jól van, na. Na mindegy. Baby. Semmi. Megint be
check-innolunk. Előbb kajáltunk egy nagyon-nagyon király helyen. All you can eat brunch. Place to? Három the place pont. To. Három pont van a végén. Igen. Nagyon király volt, nagyon sok kaja volt. Volt lazac is, meg mindenféle egyéb finomság. Az összes francia péksüti, és nem tudom, kis torta, csoki, minden. Sajnos nem volt makaron, szóval mindjárt megyünk makaront venni. Most csináltunk csomó képet itt. Ennél a villanyoszlopnál erre vásztunk, és mindenki kirölgött minket. Itt voltunk rajta, mint két bakkecske. Egy bakkecske. És most hova megyünk? Makaront veszünk. Makaront veszünk. Aztán meg irány a reptér. Bőj le, előtte nem tudom leállítani. Kérlek, el is már le. Itt sétálunk az Eiffel-toronynál a parton. Szembe vele. Megint hülyeségeket mondok, baba. Miért mit mondtál? Nem tudom.